Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. Hamarosan ítélet születik egy olyan ügyben, amiről nagyon kevés hírt hallhatunk. Hogyha a címét olvasnánk, hogy a Gyurcsány kormány alvilági ügyleteinek ügyében hoznak hamarosan ítéletet, gondolom sokan felkapnák a fejüket, csak nem tudnának túl sok hírhez jutni. Éppen ezért itt van velem a vonalba Pálmer Dávid, a pestisrácok.hu bűnügyi újságírója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Tehát nyilván adódik az első két kérdés. Egyrészt, hogy mi is az ügy pontos háttere, illetve hogy miért nem hallunk erről a mainstream médiában. Ennek vajon nincs hírértéke? Van hírértéke, csak azért van nehéz dolga a médiának, illetve a médiának annak a részének, aki ezzel az ügyel szeretne foglalkozni, mert titkosított ügyről van szó. Amennyit lehet róla tudni, ennek az ügynek a szálai még a 2000-es évek közepéig vezethetőek vissza. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá, volt ez az úgynevezett egymásért alapítvány botrány, amiben vámcsalás miatt aztán el is ítéltek egy volt rendőrt, Földesi Szabó Lászlót, aki már akkor kipakolt volna, csak akkor őt még kötött a titoktartás. Ez alól később feloldották, és elkezdett arról beszélni, hogy ebben az ügyletben többen vettek részt, volt, illetve akkor még hivatalban lévő titkosszolgálati vezetők, itt ugye Galambos Lajos volt nemzetbiztonsági főigazgatóról van szó, akit egyébként kémkedéssel is vádoltak, illetve egy főosztályvezetőről, hogy ők kenőpénzekben részesülhettek. Nyilván Földesi Szabó László annak idején már azért szeretett volna erről beszélni, hogy ő mentesüljön a cselekmények alól, ezt akkor még nem tehette meg, ezt később megtette, és ebből 2011 nyarán lett egy nagyobb botrány, akkor ez a médiában is nagyobb fény kapott ez az ügy, és vesztegetéssel gyanúsítottak meg több nemzetbiztonsági hivatalhoz tartozó személyt, köztük Galambos Lajost is. 2016-ban született egy elsőfokú elmarasztaló ítélet, több százmilliós vagyonelkobzásokra is sor került, ezt a döntést azonban a fővárosi ítélőtábla hatályon kívül helyezte, így került újra vissza a kaposvári törvényszékhez, és jelenleg itt tart az ügy. És hogyan kötődik ez a Gyurcsány kormányhoz? Tehát ez a cím, ez valóban akkor így megállja a helyét, hogy a Gyurcsány kormány alvilági ügyletei? Hát pontosan az, hogy a Gyurcsány kormány titkosszolgálati vezetőjéhez köthető ügy. Tehát ezek az ügyletek annak idején zajlottak, illetve hát nyilván az ő kinevezett embereikről van szó, tehát ilyen szinten kötődik a kormányhoz, illetve még úgy kötődik, hogy ennek az ügynek a kulcs szereplője egy bizonyos Jakubinyi Róbert, aki annak idején nagyon komoly, erről nyomozati vallomások is vannak, nagyon komoly politikai kapcsolati tőkére tett szert, tehát itt miniszterekkel tárgyalt, Galambos Lajossal is tárgyalt, tehát több ismert MSZP-s politikussal is tárgyalt. Ezekről hangfelvétel is készült, itt mindent titkosítottak, tehát ez a mai napig nem ismert, egy-két részlet szivárgott csak ki, és itt különböző párfinanszírozás szóba került, különböző korrupciós ügyletek, és ezekről mind Portik Tamáshoz hasonlóan a Jakubin is hangfelvételt készített, amivel tudomásom szerint egyébként házaltak is az alvilágban, úgyhogy elég bonyolult ügyről van szó. És akkor miért nem született eddig ítélet? Ez a titkosításnak is köze van ehhez, vagy a meghatározó szereplőknek a személye játszik ebben nagyobb szerepet? Nem, titkosításhoz, illetve véleményem szerint az ismertebb szereplőknek sincs hozzá köze, hiszen ővel ülők is nem lettek vádlottak. Ők csak ilyen mellékszereplői ennek a bonyolult ügynek. Itt egyszerűen arról van szó, hogy egyébként a titkosítás, mert ezt sem árulták el, hogy miért, hogy végül is megszületett az elsőfokú hozzáteszem elmarasztaló ítélet, tehát vesztegetés miatt bűnösnek mondták ki ezeket a személyeket, de a fővárosi ítélőtábla eljárási jogokból, ezt nem fejtették ki bővebben, új eljárás rendelt el, úgyhogy jelenleg itt tart az ügy, és az én tudomásom szerint idén ez talán már ősszel befejeződhet. Akkor az, hogy hírértéke van, de a titkosításnak megfelelően hírt sem lehet erről adni, vagy pedig egyszerűen nincsenek olyan adatok, amiket nyilvánosságra lehetne hozni?
Hát annyi hírt lehet majd róla adni, hogy ahogy egyébként ez 2016-ban is történt, hogy milyen döntés született, kit miért ítéltek el, esetleg milyen pénzbüntetést szabtak ki, és hogy történt az ügyben fellebbezés. A részletek egyelőre nem nyilvánosak. Persze láttuk ugye a kémügy kapcsán, amiben szintén Galambos Lajos érintett volt, már úgy, hogy vádlott volt az ügyben, és ott is ugye feloldották a titkosítást, tehát én bízom benne, hogy esetleg a jogerősítélet után ebben az ügyben is tisztában fogunk látni. Mi lehet az az ok, ami miatt ez most újra terítékre került? Mondta, hogy nem lehet pontosan tudni, de milyen találgatásai vannak? Hát úgy került terítékre, hogy én rákérdeztem erre az ügyre, egyébként ezzel már nem régebben foglalkozott a sajtó, én is korábban foglalkoztam vele, és hát nyilván ennyit lehetett megtudni. Egyébként egy nagyon-nagyon érdekes személyiségről van szó, aki ennek az ügynek a kulcsfigurája, akit már említettem is a kedves hallgatóknak, illetve önnek is, a Jakubinyi Róbert, akinek elképesztő kapcsolati összeküttetései voltak. Még a jobb oldal fele is próbálkozott, egyébként hozzáteszem. Úgyhogy hát bízom benne, hogy több dolog ki fog derülni ebben az ügyben. Tehát most akkor a hírnek az elővételéről beszél, de a bírósági ügynek is úgy értettem legalábbis, hogy ismét adott valami lendületet. Jól értettem? Hát ez az új elsőfokú eljárás, ez azért haladhat gyorsabban, mert ugye egyszer ezt már ugyanazon a kaposvári törvényszéken egyszer ezt már letárgyalták. Tehát én úgy tudom, hogy nem kell újra mindent alul behívni, hanem ismertetik csak a vallomásukat, tehát ezért költött fel jobban az eljárás. Hozzáteszem, hát ugye mivel az 2011 nyarán robbant ki, hát azóta már tehát 8 év, tehát gyorsaságról nem lehet beszélni. Igen, gyorsaságról nem. Van esetleg arra esély, hogy esetleg több adatot oldanak majd fel a titkosítás alól a későbbiekben? Én azt gondolom, a kémügyből kiindulva, a részben ez ahhoz is köthető, ugye már csak a személyi átfedések miatt is, hogy talán a jogerős ítélet után van erre rá esély. Hát az egy, nem ismerek tippelni, hogyha esetleg idén ítélet születik, akkor mondjuk egy másfél év mégis, akkor esetleg tisztában láthatunk ebben az ügyben. Számíthatnak a vádlottak börtönbüntetésre, vagy esetleg csak a pénzbüntetés jön majd szóba? Hát én abból tudok csak kiindulni, amilyen ítéletet hozott már egyszer a bíróság, amit hatályon kívül helyeztek, eljárási okokra hivatkozva. Ott akkor például a Galambos Lajost 5 évre ítélték vesztegetés és államtitoksértés miatt. A Jakubinyi Róbertot, akit szintén emlegettem, 4 évet kapott, illetve egy másik a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz köthető volt főosztályvezető, 3 év letöltendő börtönbüntetés kapott, és hát itt 150-100 milliós vagyonelkobzások történtek, nem jogerősen. Úgyhogy, hogyha a bíróság ismét úgy dönt, akkor itt komoly börtönévekre lehet számítani. Elég komoly összefonódásokról lehet szó, hiszen Jakubinyi Róberthez hasonlóan Portik Tamás is kapcsolatba kerülhetett külföldi hatóságokkal, például többek között az amerikai titkosszolgálattal, és hát úgy tudom, hogy ő arra hivatkozott, hogy kénytelen részletes vallomást tenni, hogyha nem derül ki tőle függetlenül, hogy hogyan fonódott össze a magyar alvilág és a politikusok, illetve rendőrök. Tehát mert ennek alapján, hogyha ezt ő nem tesz vallomást, akkor nem engedik a beutazását sem az USA-ban. Ez az a vonal, ami most is folyik a bírósági vizsgálat? Hát ugye ez a Portik féle vonal egyébként. Annyi kapocs van, hogy Portik és Jakubinyi ismerte egymást, de ők külön-külön léptek tudomásom szerint kapcsolatba, illetve az ügyre rálátó forrásom szerint kapcsolatba. Külföldi jelenik, nem csak az amerikai, hanem a tudomásom szerint legalábbis Jakubinyinál ez az orosz titkosszolgálat is szóba jöhetett. Hogy ez mennyire került terítékre a tárgyalás során, erről azért nem tudok beszélni, mert nem lehet a közvéleménynek tudomása, mert ugye ez a titkosított per része, hogyha ez így történt, de valóban annyit tudható, az már nem titkos, hogy a Portik Tamás valóban az ő elmondása szerint
megkereste az FBI, és ugye ő így nyilatkozott, hogy kénytelen volt beszélni a különböző összeköttetéseiről. Nyilván ez az ő álláspontja. A hatósági forrásaim szerint ez nem pontosan így történt, de ők is tudnak hasonló kapcsolatfelvételről. Nyilván amikor megkeresték az amerikaiakat, akkor ők szerintem ez nem meglepő módon, hát nyilván egy kapcsolatot azért nem szívesen adnak ki, de azt mondták, hogy nem tudnak portítanásos semmit. Hát ezt kénytelenek voltunk elfogadni. Hát nyilván a titkosszolgálatok azért titkosak, hogy így működjenek. Igen. De az, hogy vannak hangfelvételek, amiket említett, és azt is említette, hogy Jakubinyi ugye elsősorban a bal oldal felé érzett lojalitás, de a jobb oldal felé is nyitott. Igen. És hát vannak ezek a hangfelvételek, amikkel ön is említett, hogy házaltak is. Tehát ezek most milyen felbukkanási esélyük van, és milyen pillanatban kerülhetnek elő? Hát ugye általában az ilyen felvételek, azok választások előtt szoktak előbukkani. Én úgy tudom, hogy a 2018-as választások előtt házaltak ezekkel a felvételekkel. Úgy tűnik, hogy akiket megkerestek, ők nem voltak erre vevők, vagy túl sok pénzt kértek érte, vagy nem tulajdonítottak ennek akkora jelentőséget. Mert ugye itt azért olyan szereplőkről kell beszélni, akik tudomásom szerint, sőt, akikről én hallottam, ők már nem részei tehát ők korábban voltak nagyon neves szereplői a politikai életnek, de ma már nem részei, tudomásom szerint a politikai elitnek, legalábbis lehet, hogy a Jakubinek van olyan felvétele, olyan emberek is, akik még szereplők, de erről nekem is tudomásom. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy érvényüket vesztették, vagy már nincsen igazából semmi olyan értékük, ami bármilyen politikai vagy pénzügyi haszonra lenne váltható? Hát én így gondolom, de hát... Ezt ugye nem tudjuk kérdés, akkor, mert titkosak. Igen, akiket én hallottam, azok a szereplők, ők már nincsenek a politikai életben, de Jakubinyinél soha nem lehet tudni egyébként, hogy kikkel folytatott még beszélgetéseket, vagy egyébként Portik Tamásnál sem. Tehát lehet, hogy még egy-két érdekesség felbukkan az ügyben. Van esetleg arra esély, hogy a vádlottakat a végén felmentik? Hát ez a bíróság dolga, hát sok mindent láttunk már ugye a Magyar Igazságszolgáltatásban. Persze, hát esély van rá. Én úgy tudom, hogy a bizonyítékok elegendőek, és csak ismételni tudom magam, hogy 2016-ban már egy marasztaló ítélet született. Úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mi lesz a végre. Mi is kíváncsian várjuk, és nagyon köszönjük a beszámolót, hogy azért valamennyire sikerült képbe kerülni. Nagyon köszönöm Pálmer Dávidnak a beszélgetést. Köszönöm.